Békés megye középfokú és felsőfokú oktatási intézményei, valamint a megye meghatározó munkáltatói jelentek meg a kétnapos Békés Csabai pályaválasztási vásáron. A legtöbb érdeklődő 7. és 8. osztályos diák volt. Én a közgép turisztika ágazat iránt érdeklődök, idegenvezető szeretnék lenni valószínűleg. A Csaba Park rendezvénycsarnokában és kültéri helyszíneken összesen 35 középfokú oktatási intézmény mellett 4 felsőoktatási intézmény, valamint különböző egyesületek, 3 kamara és 6 közigazgatási szerv mellett 41 munkáltató képviselte magát, többek között olyanok is, akik gyakorlati képzőhelyként vesznek részt a megyei szakképzésben. Nekem nem volt ilyen családi alapon, hogy hentesség, csak a szomszédomnak átmentünk, rávágtuk a sertés, és így elkezdett érdeklődni ez a szakma iránt, és ahogy elkezdtem 8. után gyakorlatra járni, meg az egész szakmára, egyre élvezetesebb lett, és egyre jobban ment, és azóta Gyulahúsnál dolgozok, hogy egyetlen gyakorlatként vagyok. A mai fiatalok számára talán az egyik legérdekesebb terület az informatika, ebből a szakákból is készültek bemutatóval. Tanulunk multimédiát, tehát hangszerkesztés, videószerkesztés, programozás, ezt webprogramozás területén, vagy akár például Jávát tanulunk másik nyelvként. Most tanulunk robotikát is, ezt, vagy ezekkel a LEGO robotokkal. A pályaválasztási vására buszos utazásokat is szerveztek, így biztosítva lehetőséget közel 3500 általános iskolásnak, hogy a lehető legtöbb információhoz jussanak hozzá. A pályaválasztás egy folyamat. A fiataloknak, általános iskolásoknak, középiskolásoknak, pályakorrekció előtt állóknak mindenféle információt és impulzust meg kell kapnia ahhoz, hogy megfelelő döntést tudjon hozni. A kormányhivatal 22. alkalommal szervezi meg a megyei szintű rendezvényt. Most sokkal nagyobb a tétje a pályaválasztási vásárnak, mint valaha, hiszen munkaerőhiánnyal küzdünk Békés megyében is, ami azt jelenti, az itt jelenlévő kiállítók, foglalkoztatók, munkáltatóknak szüksége van jól képzett fiatal munkaerőre, és azt hiszem, hogy ez a küldetésünk, ez a rendeltetésünk, hogy ezt a lehetőséget tudjuk biztosítani szakképzésekkel, mentorálásokkal, munkaerőpiaci szolgáltatásokkal, a munkáltatók munkahelyteremtő támogatásával, amelyet a pénzügyminisztérium tegnap hozott nyilvánosságra, illetve a munkahely megőrző támogatásokkal is. A pályaválasztási vásáron a Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara olyan szakmák bemutatásával készült, amelyek közül néhány hiány szakma Békés megyében. Szeretnék felhívni a figyelmet arra is, hogy kétkezi munkával is lehet nagy sikereket elérni. Mesterképzés oldalán nézzük, a legnépszerűbbek itt az autószerelőtől a kömüvesig, a pincértől a szakácsig, a kereskedőtől, az autóvillamisági szakértőig, az ástól egészen a vízgáz és fűtésszerelőig. Október 27-én a családok részére is tartanak pályaorientációs családi napot, ahova a 7. 8. osztályos diákokat és szüleiket várják. Az hozzájárul, hogyha minél több információval rendelkezik valaki, hogy milyen irányba mozgassa el a gyermekét, milyen tanácsot adjon a diákjának, és hát természetesen azért lehetnek olyan diákok, akik akár 13-14 évesen már tudják, hogy mivel szeretnének felnőtt korukban foglalkozni. A program legfőbb célja, hogy a diákok a munkáltatók elvárásaival megismerkedve választanak szakmát, ezzel hozzájárulva a fiatalok megyében maradásához és a munkaerőhiány csökkenéséhez.